illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a magyar vállalkozások gyarapodásához, a magyar emberek boldogulásához nélkülözhetetlenek a jó minőségű közötti közlekedési kapcsolatok. A színvonalas közúthálózatba bekapcsoló települések és térségek gazdasága a fejlesztéseknek köszönhetően megélénkül, és vonzóbbá válnak a munkahelyeket teremtő beruházók számára. A kormány által nyújtott támogatásoknak köszönhetően választókerületemben az elmúlt időszakban többek között átadásra került az M44-es gyorsforgalmi út Békés Csabáig tartó útszakasza. Az eddig megvalósult közútfejlesztés ellen azonban jól tudjuk, hogy a munka egy része még hátra van. Ez ideig tehát az M5-ös autópályától Kecskemét térségétől Békés Csabáig tartó több mint 120 kilométeres gyorsforgalmi útból eddig összesen 79 kilométer épült meg. Nemrégiben Tiszakült és Tiszaút között pedig újabb 3,2 kilométeres szakasz került átadásra. A Kecskemét és Tiszakült közötti rész pedig három ütemben fog megvalósulni. Egy ilyen mértékű útfejlesztés jelentős változást hozhat a Békés-megyei településeken élők életében, hiszen a megyeszékhely és vonzás körzete soha nem rendelkezett korszerű, kiépített úthálózattal, ugyanakkor a turisztika fejlődését is segítheti, hiszen a térségbe érkező turisták is örömmel látogatnák a sok helyen még érintetlen természeti látnivalókkal csalogató vidéket. Ezért tisztelettel kérdezem Önt, mikor fejeződik be az M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának építése? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, Dankó Béla képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Sanda Tamás államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Egyetértünk abban, hogy a közúthálózat az fontos az embereknek, a vállalkozásoknak, és valójában az egész gazdaság számára. Ezért aztán országszerte a pandémia ellenére is folyamatosan zajlanak a közútfejlesztése. Az M44-es gyorsforgalmi út megvalósításával kétszer kétsávos gyorsforgalmi út összekötetés jön létre az M5 autópályától Kecskemét térségétől Békés Csaba felé. Az út teljes megépítésével ugyanakkor nem csak Békés Csabát kötjük be a gyorsforgalmi úthálózatba, hanem három kelet-magyarországi megye gyors és biztonságos közúti összekötetése is megvalósul. A több mint 120 kilométeres útból 2019-ben elkészült a Tiszakült és Kondoros közötti 61 kilométeres, 2020-ban pedig a Kondoros és Békés Csaba közötti 17,6 kilométeres szakasz. Zajlik a Lakitelek Tiszakült közötti 10 kilométeres szakasznak a kivitelezése, átadás az új Tiszahíddal együtt 2021 végére várható. A Szent Király Lakitelek közötti 4,6 kilométeres szakasz is épül, befejezése a kapcsolódó elkerülővel, a szükséges útfelújításokkal és a kerékpárút építéssel 2024 első negyedévében várható. A Kecskemét-Szent Király közötti 32,2 kilométeres szakasz esetében a kivitelezési munka a 2022 tavaszán megkezdődhet. Erről tudom Önt tájékoztatni. A forgalomba helyezés pedig a munkák elvégzését követően 2025 közepére becsülhető. Az M44-es kivitelezése során tehát kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szakaszos átadás valósuljon meg. Amint egy-egy rész elkészül, ott azt a lehető leghamarabb át is adjuk a forgalom számára. Köszönöm megtisztelő figyelmét! Köszönöm szépen!